Évadnyitó ünnepséget tartott az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Lerner Zsolt városunk kultúráját felelős alpolgármestere köszöntőjében kiemelte, az elmúlt időszak bizonyította, hogy a klasszikus zene kiemelten fontos a város kulturális életében, illetve a közönség számára. A Alba Régia Szimfonikus Zenekar nem csak a város, hanem a régió klasszikus és kortárs zene életében kiemelt jelentősége van, kiemelt szerepet játszik. Nagyon örülök, hogy újból egy évadnak az elején állunk, egy zenei évadnak. 16-án lesz már az első bérleses előadása az Alba Régia Szimfonikusok. Ruf Tamás, a zenekar igazgatója örömének adott hangot, hogy ebben az esztendőben első alkalommal díjazhatják a zenekarnak azt a tagját, illetve azt az operatív munkatársat, akiket a társulat választ az év zenészének, illetve munkatársának. Azt gondolom, hogy egy társulatnak, egy művészegyüttesnek, akár egy egyéni művészről szemszögéből nézzük, akár a társulat szemszögéből, ugye nagyon fontos a színpadon előadott művek után a taps. Az egy nagyon konkrétan mérhető művészi teljesítmény tud lenni a nézők visszajelzése alapján. Mégis azt gondolom, hogy ez csak az egyik fele a mérleg egyik oldala. Mindenképpen nagyon fontos, hogy ma a társulaton belül, a munkavállalók körén belül jelentkezzen a megbecsülés. Az év zenésze elismerést ebben az esztendőben a közösség bizalmából Tóth Sára Rebeka, a zenekar Fagott szólamvezetője vehette át. Abszolút megtiszteltetés, és nekem a legjobban az esik ebbe a díjba, hogy a kollégáim is úgy gondolják, hogy én erre érdemes vagyok. Azt gondolom, hogy minden jelölt és a jelölteken túl is nagyon sokan megkaphattuk volna ezt a díjat, és ugyanígy megérdemelték volna ők is. Most én vagyok az első, majd a következőkben ők is megkapják, de az esik jó, hogy tudunk, azt remélem, hogy tudunk közösségként gondolni erre a zenekarra. A zenekar operatív munkájának megbecsüléseként annak magas szintű segítéséért szintén elismerésben részesült Kozáriné Szabó Szilvia, zenekari titkár. Ez egy nagyon örömteli pillanat, igen. Mivel, hogy 94 óta dolgozom a zenekarnál, akkor még zenekari tagként, 2015-ig játszottam a Brácsa Szólamban, és én utána kerültem a zenekari titkári pozícióba. Kis szünet volt ebben az időszakban, és én azt gondolom, hogy ez az életem, hogy itt vagyok és itt lehetek. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar első koncertjére a Farkas Ferenc bérlet sorozat keretében szeptember 16-án a Vörösmarty Színházban kerül sor.